Na, én most egy egyszerű gyors ételt fogok csinálni, gánicát, jutúróval és sült oldalassal, egy levest. Legelőször bepácolom a oldalast, és akkor elősütöm, és utána beteszem a sütőbe, ami szép ropogósra megsül. Közben a krumpli megpucollom, fölteszem főni, és közben a levesnek az anyagját is összeállítom. Egy nagyon kevés olívaolaj, egy kevés kacsazsír, azon a fokhagymát nem úgy préselem át, hanem rusztikusan, tehát megvágom, és abba nem forró olajba vagy a lábosba belerakom, egy kicsit megkapatom, petrezselyem zöldet teszek bele, egy pici kakukkfüvet teszek bele, és szárított vargányát, és ezt fölengedem, ha készen van a krumplinak a levével, tehát a fővő vizével fölengedem, és ez lesz majd a levesem. Közben a vörös hagymát olívaolajon, kevés kacsazsíron megsütöm, arra is piros paprikát teszek, és hozzáteszem a krumplihoz, azt jól áttöröm, tulajdonképpen ez a gánica. Ha már a hús majdnem készen van, akkor egy kevés kis mézet összekeverek pohárba szójaszószal és a húsnak a levével, és azzal megkenem a húst, és akkor gyönyörű piros lesz, és jó, nagyon jó íze lesz tőle. És jó étvágyat kívánok! Köszöntjük az Ábrámhegy TV nézőit! Önök az Ábrámhegy TV híradóját látják. Ábrámhegyen október 5-én tartották a szüreti felvonulást. Az Úr 2013. évének, Mindszent Hamának 5. napján hirdetést olvasók jöjjenek, hogy hallják. Tudja meg a falunak alsó és felső vége, ma Ábrámhegyen mulathat a faluk minden népe. Ma kezdetét veszi a 6. Ábrámhegyi Murci Fesztivál, és velünk mulat most minden épeszi polgár. Elkezdtek már próbálni fiatalok és ének, 7. faluból érkeztek jóivó legények. Tudatom szolgabíró uram parancsát, a mai napon, a községben minden eleven élő embernek kötelessége a többi embert mulatásra biztatni, és aki így ezt nem fogja megbánni, azon személy, ki betartja a parancsolatot, az ma ingyen mehet át a piroson. Szép asszonyok, jó emberek! Én engedélyt szeretnék kérni előjárulótól, ki ma szolgabíró szerepét tölti be a faluban, hogy adja meg az engedélyt a 6. Murci Fesztivál felvonulásának kezdetéhez. Köszönöm szépen Laci Betyár barátunkkal, akivel tényleg a kezdetektől együtt szervezzük a Murci Fesztivált, és egy verssel készültünk, amit következőképpen szól a születről. Takács Gyula, születi vers. Születelnek, énekelnek. Láttál-e már ennél szebbet? Dió, rigó, bogyoró, mustal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet, akkora fű, alig bírom, egy fűből lesz a kóborom. Diórigó, mogyoró, csak úgy nevet a pancsó. Azt sem látott ilyet, az öregnek a szuborján, a gyereknek must csordogán. Diórigó, mogyoró, születelni, jaj de jó. Ígyunk erre egyet, kedves egészségére mindenkinek! Az élet, csak így áll és elszáll a gond. Tiszteld, mint a bád a hegylevét, s ameddig megy beléd. Ha csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki vígy legyen, kortincs, hogy így legyen. Hát csak így áll, de bor! Isten rendelése, szenvedj ám, de mégse sírjál, ne hagyd magad el. Így hát bűnös, aki nem tölt, ez a perc, hogy fenkölt, duplán inni kell. Ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ígyunk a papára kétszer is, a mamára hétszer is, hát csak így áll, de bor! A lányra, és éljen a családi ágy. Szeressük egymást, a hegylevét, ameddig megy beléd. Hát csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kocincs, hogy így legyen. Hát csak így áll, de bor, mert hát a dolra ne gondolj a baj. A szület, az öröm ünnepe, megköszönjük Istennek termés, a szőlőt, a szőlőből készült húsot, majd a bort, illetve a kenyeret, a húzából örölt lisztet és kenyeret. Hálatlan mind azért, amit kaptunk, és ezt örömmel teszünk, ezért most megáldom a húsot, szőlőt, gyümölcsöt, hogy megköszönjük ezt a szeretetet, és jól bánjunk ezekkel. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Könyörögünk mindenható Atyánk, minden jónak adományozunk, te tartasz fel minden hatalmadat, és gondoskodsz atyai jóságokból a teremtményeinkből.
kérünk segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy az örökkévalókat is megnyerjük. Töltsd el szívünket örömmel, derűvel, juttass mindabból, amire szükségünk van, és engedd, hogy bővelkedjünk jó cselekedetekben. Kérünk Istenünk, áld meg ezeket a gyümölcsöket, hogy akik ebből lesznek, áldjon testünknek, lelkünknek erőt és üdvösséget nyerjenek. Áld meg mindazokat is, akik most hálás szívvel eléd hozták a föld termését. Add, hogy munkájuk és fáradozásaik gyümölcsét szándékos szerint élvezzék, és elnyerjék az örök életet Krisztus, ami urunk által. Amen. Amen. És mindazokat, akik együtt vannak, és további szép ünneplés, sok vidámságot és örömet kívánok és jó utat. Itt a strandon polgármester úrunk megnyitja a 6. Murci Fesztivált. Szép asszonyok, jó emberek! Átadnám a szót előjáró úrunknak, Vella Zsoltnak. Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is jó étvágyat kívánok mindenkinek. Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiunkat, ahogy Laci baráta mondta, a 6. Ábrahámhegyi Murci Fesztiválon. Az, hogy ilyenkor, október elején én azt gondolom, hogy a településhez mérten egy ilyen kiváló rendezvény létrejöhessen, ehhez nagy mértékben szükség van mindannyiukra, akik jelenleg itt vannak. Az előkészületek folyamán, az elmúlt héten szükség volt kollégáinkra, dolgozóinkra, akik megteremtették annak a lehetőségét, hogy ilyen környezetben, ilyen színvonalas rendezvény legyen Ábrahámhegyen ezen a napon. Külön köszönet minden egyes dolgozóinknak, és egy nevet mindig ki kell, hogy emeljek, mert igazából ő motorja ennek a kulturális rendezvényünknek. Én azt gondolom, hogy Erzsike nélkül ez egyáltalán nem jöhetett volna létre. Természetesen minden egyes kollégánk, és köszönet érte mindannyiunknak. Bevallom őszintén, hogy nem szeretném túl hosszúra nyújtani a köszöntőmet, tekintettel arra, hogy sokkal kiválóbb emberek vannak jelen. Megemlíteném Tóth János és Várkonyi Szilvia nevét, akik hamarosan a színpadra fognak lépni. És külön köszönetet szeretnék mondani Dobruska város polgármesterének, képviselőtestületének, a Mazsore csoportnak, akik itt töltötték velünk ezt a 4 napot. És tényleg nem szeretnék egyáltalán kihagyni senkit. Tehát mindenkinek, aki egy nagyon kicsit is hozzátette ehhez a rendezvényhez, aki kitelepült, akár egy zsíros kenyérrel, vagy egy pohár borral kínálta a többieket, ő nekik is kiárt. Tehát igazából én azt szeretném kérni, hogy saját magukat tapsolják meg, mert önöket érdemli meg minden, ami ma itt Ábrahámhegyen történik. Én csak egy szerény polgár vagyok, aki ezt igyekeztem összefogni. Úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, nagyon jó szórakozást természetesen, és ahogy jeleztük is, holnap 13 órára szintén várunk mindenkit, de aki nem feledkezett meg arról, hogy van egy október 6-ai ünnepünk, őket is várnám majd 10 óra 30 perckor az emlékműhöz egy rövid megemlékezésre. Természetesen nagyon szívesen látunk mindenkit, aki szeretne oda jönni. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltak, itt vannak velünk, és jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Kedi Csokkalom, viszontlátásra! Október 11-én tartották a Bálakupát Szigligeten, ahol természetesen az Ábrahámhegyi csapat nyert. Húzd meg jobban, menjen a munka, a gép van mindenki húzza. Húzd meg jobban, menjen a munka, a gép van mindenki húzza. Yeah!
itt van mindenki úton. Hát jó súlyban vannak, megmondom. Nem rossz evők, jó ivók. Indulj hát, együtt megyünk. Szép a reggel, és erre senki nem jár. Az erdő mindent van. Hello, Félnök! Csapat szíve! The name of the game. 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 Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. Disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. How things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. One, two, three. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Köszönjük figyelmüket, találkozunk a jövő héten!